Sziasztok! Köszöntelek benneteket a háztartásom hulladék nélkül YouTube csatornáján, ahol most egy olyan témával fogok foglalkozni, ami a Zero Waste életmódban élő embereket biztosan foglalkoztatja, és nem egy egyszerű feladat megoldani azt, méghozzá a fogmosás. Egy Zero Waste családban, egy Zero Waste háztartásban a fogmosásnak a problémája az előbb-utóbb előkerül. Ugye elkezdjük először azzal, hogy nem vásárolunk nylon zacskókba, visszük a saját zsákjainkat, visszük a dobozainkat a vásárlásaink során, elkezdjük egyre jobban figyelni és egyre tudatosabban élni az életünket és figyelni arra, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk a háztartáson belül, ennek megfelelően így is élünk és ennek megfelelően bővítjük a tudásunkat. Amikor elfogy a tubusos fogkrémünk itthon, akkor próbáltam alternatív megoldásokat keresni. A legelső próbálkozásom az volt, hogy elkészítem magam, hiszen mindent meg tudok én csinálni, semmi probléma nincsen ezzel. Elővettem az internetet, Google ugye a jó barátunk, és megtaláltam benne az első blikre az első receptet, ami úgy szólt, hogy végy egy adag szódabikarbonát, keverj hozzá kókuszolajat, tegyél hozzá ízlés szerint illóolajat. Lelkesen elkezdtem ezt a fogkrémet, össze is állítottam. Körülbelül fél perc volt az egész, hogy megcsináljam, semmi probléma nem volt vele, egészen addig, amíg ki kellett próbálni. Hát a fiaim kapásból elutasították, már messziről látták, hogy ez nem az ő fogkrémjük lesz, ők nem is voltak hajlandók kipróbálni. A lányom viszont ő nagyon lelkes volt, ő azt mondta, hogy na, ezt kipróbálja. Nem volt sikere. Azt kell, hogy mondjam, hogy kimondottan nem volt sikere, egész egyszerűen rossz volt az íze. Ezt elég gyorsan el is vetettük. Tehát múlt az idő, és kaptam ajándékba egy olyan fogkrémet, amit nagyon sokan szeretnek, viszont nálunk azért annyira nem ért el a tetszést. Hát a fiaim ők kapásból szintén visszautasították, hiszen fekete. Nagyon jó illata van. Kimondottan, igazi, frissítő, kellemes mentolos illata van. Széntartalma van, ami miatt ilyen színe. Teljesen természetes anyagokból áll, üvegtégelyes, fémkupakos, szuper minden szempontból. Második különleges próbálkozásom szintén a Georganics-nak a fogkréme, ami igazából nem is fogkrém, hanem tabletták. Nagyon látványos, nagyon jó illatú, nagyon szép, szintén üvegtégelyes, fémkupakos tablettákról van szó. Használatában nagyon érdekes, kicsit eltér attól, hogy egyébként fogat szoktunk mosni. Egy ilyen tablettát be kell venni a szánkba, szétrágni, és lenyelés nélkül megmosni utána fogkefével a fogunkat. Őszintén szóval ez sem az az ideális fogkrém, ami el tudott terjedni a családunkban. Találtam egy olyan receptet, ami gyakorlatilag minden igényünket kielégíti. Tény, hogy el kell készítenem itthon. Az is tény, hogy ahhoz, hogy ezt el tudjam készíteni, egy jó pár olyan alapanyagra szükség van, amit itthon kell tartani, amit be kell, hogy szerezzek. És ez nem a szódabikarbona, tehát nem szódabikarbona alapú fogkrém, házi fogkrémről van szó, hanem fehér agyagpor. Elkészült a fogkrém, és nagy nehézségek árán betöltöttem a régi tubusomba, amit ugye alaposan kimostam előtte. Hát nem, ez nem az a fajta művelet, amit bárkinek javaslok. Én sem fogom többet tubusba töltögetni, ez biztos. Meglepően kellemes, tehát hogy az íze, az állaga, az nagyon hasonlít a boltihoz. Egyetlen egy nagyon fontos dolog van más, egyáltalán nem habzik. Rendeltem egy újabb típusú fogkrémet, olyan, mint egy dezodor, mint egy stift. Finom mentolos illata van. Meglepően jó volt. Tehát krémes, nagyon-nagyon kellemes mentolos íze van. Ezt bátran ajánlom nektek, használjátok, próbáljátok ki. Eddig tartott a fogkrém bemutató.
Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy tudtam nektek hasznosat mutatni. Kísérletezzetek bátran, és keressétek meg azt a megoldást, ami a klímakrízis szempontjából, a hulladékcsökkentés szempontjából, a környezettudatosságotok szempontjából a legmegfelelőbb számotokra. Sok sikert kívánok nektek, hamarosan találkozunk egy újabb videóval. Sziasztok!